Izgalmas filmes megoldást választott a két középiskolás pályázó, akik Orwell 1984 című könyvét ajánlják elolvasásra. Szereplőket válogattak, rendeztek, forgattak, vágtak, és végül ők lettek a Móri Zsigmond Városi Könyvtár által kiírt pályázat nyertesei. Nyáron vettem ki a könyvtárból az Orwellnek a 1984 című könyvét, és hát nagyon megtetszett, elég erős társadalomkritikát fogalmaz meg, aztán ajánlottam a Norbinak, a társamnak, és hát láttuk a pályázatot, és gondoltuk, hogy be kéne nevezni ezzel a könyvvel, illetve az előzetesével. Egy kisebb szinopszist összeraktunk előtte, hogy hogy is kéne megcsinálni az egészet, és hát rá egy hónapra kezdtük el forgatni ténylegesen az egészet. Tudni kell, hogy én pesti vagyok kollégista, és akkor kollégista srácokkal vettük fel, és mindenki egyből benne volt a szereplésbe. Igazából egy jó csapat összejött, és mindenki élvezte a forgatást. Sőt, volt, aki el is olvasta rögtön a könyvet, miután leforgattuk az előzetest. Hát szerintem mindenkinek meg kell érteni, és vannak olyan könyvek, amit mindenkinek el kéne olvasni, hiszen 48-ban íródott a könyv, de a mai világra is nagyon rá lehet vetíteni ezt az egész kritikát, amit a könyv megfogalmaz. A könyvtár pályázattal egyetlen egy célt kívántunk elérni, hogy másfajta formában próbáljanak a diákok, a fiatal felnőttek könyvajálót csinálni. A hagyományos könyvajálók már jól működnek, tehát az olvasók beküldik e-mailben, majd behozzák pendrive-on az általuk kedvelt elolvasott műveket, ezeket folyamatosan megjelenítjük a honlapunkon, de változik az élet, egyre korszerűbb eszközöket használunk mi is itt a könyvtárban, és úgy gondoltuk, hogy a fiatalokat talán jobban megindítja, megfogja ez a fajta lehetőség, hogy ne írásban, hanem valami más technikai eszközzel ajánljanak könyvet egymásnak.